Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket! Virág vasárnap, az Úr dicsőséges Jeruzsálem bevonulásának a napján. Különleges időszakot élünk, amely egyúttal megrendítő és új kihívásokat is támaszt mindannyiunk elé. Hiszen életünk sok tekintetben bezárult, lehatárolódott, és ebben a millióban szeretnénk valahogyan megoldani a mindennapjainkat, hogy testileg, lelkileg, szellemileg egészségesek maradjunk, és teljes életet tudjunk élni a körülményekhez képest. Ebben, azt gondolom, ebben az időszakban még inkább felerősödik az a fajta szolgálat, amit az egyházak, a vallás, a hit tud nyújtani az ember életében. Hiszen sok minden megkérdőjeleződött az elmúlt időszakban, a biztonságérzetünk, az egészség hitébe vetett feltétlen bizalmunk, illetve az, hogy kontrollálni, irányítani tudjuk a világot minden tekintetben. Talán meglesznek azok a jó tanúságok ennek a járványnak az elvonulta után, amit az emberiség, a társadalom és mi egyének is le tudunk vonni következtetésül. Bízom benne, hogy életvitelünkben talán jobban tudjuk megbecsülni a mindennapokban azokat az apró csodákat és örömöket, amelyek mellett oly sokszor elmegyünk érzéketlenül. Talán jobban tudunk örülni ezentúl a napsütésnek, a természet szépségeinek, szeretteink arcának, jobban tudjuk értékelni az időt, a velük töltött, felhőtlen pillanatokat, és talán háttérbe szorul a profit, a karrier, a hatalomvágy és minden olyan dolog, a munkamánia, vagy más egyéb dolog, amiben azt gondoltuk, hogy idáig az életünk értelmét vethetjük. Nagyon érdekes, hogy virág vasárnap is ezt a fajta kontrasztot és kettősséget hordozza magában. Nagy mélységek és egyúttal nagy magasságok is vannak ennek a vasárnapnak az evangéliumában. Hiszen Anya Szent Egyházunk egyszerre olvastatja fel velünk Jézus Krisztus dicsőséges jeruzsálemi bevonulását, ami tele van győzelemmel, örömmel, vigalommal, és ugyanebben az Szent Misében halljuk Jézus passióját, keresztútját, azt a fajta dolgot, ami legalábbis e világi értelemben bukás, halál és fájdalom, szenvedés. Mekkora kontraszt van a két szakasz között? Ez az ellentét még döbbenetesebbé válik, hogyha átgondoljuk, hogy a történetnek nagyjából ugyanazok a szereplői, és itt nem csak Jézusra gondolok, aki átéli mind a kettőt, hanem ne legyenek illúzióink, minden bizonnyal a nép közül is sokan átfedésben ugyanazok voltak, akik nagypénteken halálát kérték Jézusnak, mint akik pár nappal korábban dicsőségesen köszöntötték őt Jeruzsálembe bevonulásakor. És úgy elgondolkodtam azon, hogy mekkora változáson tud átmenni egy ember néhány nap alatt. Hogyan válhat egy emberből, aki, miért ne feltételezhetnénk, őszintén és tisztán köszönti örömmel Jézust pár nap múlva a halálát kívánó, gyilkos, gyűlölködő emberré? És hogyan tudja Jézus átélni ezeket a napokat, hogyan tudja elfogadni az ő dicsőséges köszöntését úgy, hogy közben tudja pár nap múlva talán ugyanezek az emberek a halálát fogják ő neki kívánni? Meglepő dolog, hogy Jézus el tudja fogadni és örülni tud az ő dicsőséges köszöntésének, és nem olvassa fejére a népnek, hogy ti akartok engem köszönteni, akik pár nap múlva majd keresztre küldötök engem. És érdekes, Jézusnak nincs ilyen retorikája. Teljes emberségével el tudja fogadni a köszöntést, az Úrnak kiáró dicséretet, az emberek megbecsülését, és ugyanilyen mélységben tudja elfogadni a szenvedések kelyhét, a keresztutat és a feltámadást. De még mielőtt azt gondolnánk, hogy óriási kontraszt van minden szereplő részéről, akkor meg kell állapítanunk, hogy sajnos csak mi emberek mentünk át ez alatt a néhány nap alatt ekkora változáson. Az Úr, a Fiú, a második isteni személy ugyanaz maradt. Ugyanaz maradt a viselkedése. Szeret. Szeretete nyilvánul meg akkor is, amikor elfogadja Istenségének elismerését, és szeretete nyilvánul meg akkor is, amikor elfogadja
a másokért vállalt áldozathozatalt is. A fiú tehát ugyanaz mind a két esetben. És ez magyarázza meg ezt, hogyan tud Jézus önfeledten örülni az emberek köszöntésének, miközben tudja, hogy nem sokára kivégzését kérik. Eszembe jutott, hogy a gyerekek ilyenkor az iskolában talán megkérdeznék tőlünk, hitoktatóktól, papoktól, hogy hát ha tudta Jézus, hogy Jeruzsálemben elfogják majd és keresztre küldik, akkor minek ment oda? Minek megy oda, ahol majd őt bántani fogják? De valljuk őszintén, hogy így csak egy gyerek gondolkodik, az, aki csak egyszer is tudott az életben őszintén, tisztán, önzetlenül szeretni, annak nem kérdés, hogy szenvedjen is a másikért. De tegyük rendbe a dolgot. Jézus nem a szenvedést szerette, hanem minket szeretett. Nem azért jött erre a földre, hogy őt mindenképpen kiprovokálja, hogy őt megöljék. Ő egy dologért jött el, az Atya szeretetét és üzenetét hozta el nekünk. Nem nehéz átgondolni, hogy az Édenkertben, abban a világban, amiben még nem volt bűn, mindez úgy ment volna végbe, hogy az ember örömmel elfogadja Istennek ezt az üzenetét, együtt örül a fiúval, és nincs a végén szenvedés, passió és kereszthalál. De a bűntől megsebzett világban szinte szükségszerű volt az, hogy az emberiség kitaszítsa, ellökje magától ezt a fajta üzenetet, amelyet már korábban sem fogadott el teljes egészében. Jézus tehát nem szenvedni jött, hanem szeretni jött. És ezt a szeretetet nem befolyásolhatják külső események. Nem azért szeret bennünket, mert megérdemeljük, hanem azért, mert, ha mondhatjuk így emberileg, így döntött. Ez a lényege. Nem tud nem szeretni. Érdekes, hogy az Istenről azt mondjuk, hogy mindenható, de az ő mindenhatósága pont a szeretet megélésében teljesedik ki, ezért mondhatjuk rossz emberi nyelvtansággal, hogy nem tud nem szeretni. És ebbe belefér neki az is, hogy mindez az életébe kerülhet. Egyedül ő szabad a történetben. Ha megfigyeljük, ő ugyanaz marad. Virágvasárnap és nagypéntek és húsvétkor is. Neki nem kell meghasonulnia önmagával, mint Pilátusnak, a főpapoknak vagy a népnek. Az összes többi szereplő nem nézhet tisztán a tükörbe az események után. Egyedül Jézus mondhatja magáról, hogy ő ugyanaz maradt. Virágvasárnap egyik üzenete, hogy milyen jó volna ilyen céltudatosan, ilyen egyenesen élni az életünket, ahogy a Jézus részt vett ezekben az eseményekben. Jézus értünk való szenvedése, azaz szeretete, azonban nem a keresztúton kezdődött el. Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy Júdásban a testvériség, a közösség elárulása, Péterben pedig a kapcsolat megtagadása, gondoljunk csak a mondatra ott az udvaron, nem ismerem azt az embert, sokkal fájdalmasabb volt Jézusnak, mint maguk a szögek a kereszten. De ha ő akkor megáll a szeretet útján és visszafordul, nincs megváltás, nincs anyaszentegyház, nincs Biblia, nincsenek szentek, és az a sok-sok csoda, ami azóta ebből a megváltásból született. Mennyi csoda marad el az életünkből azért, mert mi visszafordulunk a legkisebb nehézség idején. És milyen jó, hogy Jézus nem ijedt meg ezen az úton, hanem tovább szeretett. Kedves tévénézők, a napokban hallottam egy nagyon megható történetet, ami úgy gondolom nagyon kapcsolódik a mai ünnephez. A történet egy mentősről szólt, aki, mint tudjuk, minden nap találkozott élet és halál kérdésével, végezte a maga szolgálatát, és hát, mint sokan ezen a területen, lelkileg egyre nehezebben tudta ezt a helyzetet feldolgozni, elviselni, és meghozta azt a döntést, hogy ott hagyja ezt a foglalkozást. Senki egyetlen rossz szót nem szólt neki, mindenki nagy tisztelettel megköszönte az eddigi szolgálatát, sok sikert kívántak neki élete további útján. Elbúcsúztatták. Majd egy hét múlva meglepetésként észrevették, hogy újra ott van a mentőállomáson. Megkérdezték, hogy mit keresel itt, mire ő azt mondta, én már nem tudok másképp viszonyulni az emberi szenvedéshez, az emberi élethez. Nem tudom otthonról nézni, nem tudok más foglalkozást űzni. Ezért születtem, ezért vagyok itt ezen a földön. Milyen jó lenne, ha mi is így viselkednénk. Ebben az életútban benne van egyszerre
virágvasárnap és nagypéntek mélysége. De tegyük rendbe a dolgot, ami itt a Földön egy mentős életében, vagy bármelyikünk életében nem mindig sikerül, hiszen nem mindig koronáz a siker az erőfeszítéseinket, az az Isten világában mindig a dicsőségbe torkollik. Vele együtt vállalva a dolgot, a nagypéntek három napja után mindig ott van a húsvétnek a dicsősége. Csak győzzük kivárni azt a bizonyos három napot. Tisztelt nézők, mielőtt ennek a vasárnapnak a gondolatával búcsúznék Önöktől, nagy tisztelettel és szeretettel ajánlom fel egyházközségünk plébániánk lelki szolgálatát a továbbiakban is. Erre most a jövőben leginkább az egyházközség közösségi oldalán, Facebook oldalán van lehetőségünk, amelyen keresztül próbáljuk tájékoztatni a kedves híveket, illetve imádságokkal, lelki megosztásokkal, programokkal tartani a lelket a mindennapokban. Kérünk, kövessenek bennünket, segítség szolgálatunkat, imádságokkal, és támogassuk egymást a jövőben is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!